Hamarosan megnyitják kapuikat az iskolák. Szeptember első hetében megkezdődik a tanítás minden intézmény falai között. 2022. szeptember 1-én jövő csütörtökön kezdődik meg a tanítás. Azt gondolom, hogy nálunk a feltételek adottak. Jelen állás szerint úgy tűnik, hogy 450 általános iskolás és közel 100 gimnazista kezdi meg a tanulmányait. A nyári időszak eseményéhez tartozik, hogy a tankönyvek gyakorlatilag hiánytanul megérkeztek. Ezeknek a kiosztási időpontja az augusztus 29 és 30 lesz, a gimnazisták pedig szeptember 1-én az első tanítási napon kapják meg a könyveket. Biztos nagy örömmel várják már ezt a pillanatot ők is. Hagyományos tanrendre készülünk, nincsen semmi olyan hír, hogy az online oktatás visszatérne. Én azt gondolom, hogy ennek örülnek a szülők, a pedagógusok, de még a gyerekek is, hiszen ez a közösség hiányzik nekik, úgyhogy úgy tűnik, hogy rendes, hagyományos tanévnyitót tartunk augusztus 31-én 17 órakor, és utána pedig a szokásos menetrend szerint indul az oktatás. Kiemelkedő eredménynek számít, hogy az intézmény nem küzd pedagógus hiánnyal. Nagyon fontos, és azt gondolom, hogy ez az országban nem egyedülálló, de talán egy örömteli esemény, hogy a szakos ellátottságunk az gyakorlatilag 100%-os minden egyes tantárgyat megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus oktat, és ez nagyon fontos dolog, és büszkék is vagyunk rá. A korábbi évekhez hasonlóan idén is ingyenes tankönyvhöz jutnak a diákok, mely a több gyermekes szülők számára hatalmas segítséget jelent. Eljutottunk oda, hogy gyakorlatilag 1-től a 12. évfolyamig minden egyes tanuló a tankönyvcsomagot ingyen kapja meg. Én azt gondolom, hogy a további korábbi években, amikor ilyen 10 000-es tételeket jelentett ez, ahhoz képest ez egy hatalmas könnyebbség. Nyilván így is meg kell venni füzeteket, egyéb tanszereket, de a tankönyvcsomag ingyenesség az egy jelentős könnyítés, és a visszajelzések alapján ennek minden szülő örülni szokott. Két részre kell választani, vannak ugye a gyakorló tankönyvek, munkafüzetek, és vannak a tartós tankönyvek. A tartós tankönyvekre arra vigyázni kell, hiszen azt a későbbiekben is fel tudjuk használni, de az elmúlt években ez egy jól kialakult gyakorlat volt. Még ami fontos talán, hogy a gyerekek jó része azért reményeink szerint pihenten érkezik vissza az oktatás világában, hiszen a nyári időszakban 3 táborban is részt vehettek. Ezek közül volt olyan tanuló, aki Fonyod Bélatelepen táborozhatott, volt olyan, aki Váralján vett részt táborban, és meg a gimnazisták is eljutottak az Erzsébet tábor keretein belül Zánkára, és a visszajelzések alapján mindenhol jól érezték magukat, amint nem is csodálkozok. Mind a pedagógusok, mind pedig a diákok lételeme az iskolapadban történő oktatás megvalósulása. Nagy örömmel várjuk a tanévkezdést, és reméljük, hogy ez a lelkesedés kitart az egész tanév végéig. A sok éves rutin ellenére is mindenkit nagy izgalommal tölt el az első iskolai nap. Hát szeptember 1-ével megkezdjük iskolán 216. tanévét, 6 bejövő osztálya, 189 friss csillogó szemű nebulóval. Nyilván ugye most már az összes tankönyv itt van rendelkezésre, és a szecskák most a szecskatáborban kapják meg, a többiek pedig az iskola első napján vehetik át a tankönyvcsomagot. Bőséggel van utánpótlás az iskolapadokban, évről évre sok gyermeket érint az ingyenes tankönyv. Összesen az iskolában a gimnáziumi részben 783-at, és az általános iskolával kiegészülve közel 1300 gyermekről beszélünk. Nyilván nagy segítség és nagy öröm ez, de természetesen az az iskola kezdés más egyéb kiadással is jár, úgyhogy mindenki örül, hogyha ezen lehet egy kicsit spórolni. Becsengetésre az iskolában zajló felújítási munkálatok is véget érnek. Természetesen befejezzük, legalábbis nagyon remélem, nagyon reméljük, az idei év sem múlt el felújítások nélkül. A főépületben az elmaradt termeket, padozatát, festését végezték el a szakemberek, illetve a tanári és a gazdasági iroda került felújításra, a kollégiumban pedig 200 új ágy és matrac érkezett. Szakos ellátottság megvan, és hát én nagyon remélem, hogy a diákok megelégedésére az idei igazolások is beváltják a hozzáfűzött reményeket. Volt diákjaink is vannak, úgyhogy ez külön öröm számunkra. Az intézmény udvarán még a gólyatábor zajlik. Hamarosan azonban a jelenlévő diákok már az iskolapadot fogják koptatni.